Zenével és verssel is készültek a Szilágyi diákok, ezzel kezdődött a gimnáziumot bemutató egri séta. Gönczi Sándor igazgató arról beszélt, a 61 éves Szilágyi Erzsébet gimnáziumban a szellemiség a legfontosabb. Az a szellemi érték, ami 60 év alatt kialakult itt. A diákjaik jó tagjai legyenek a társadalomnak és alkotó emberek, tette hozzá az igazgató. Alapvető célunk az, hogy a diákjainknak biztosítsuk azt, hogy megvalósíthassák önmagukat, hogy fölkészülhessenek az életre, és ehhez mind tudásban, mind pedig személyiségfejlődésben is igyekszünk mindent megadni. Kántor Tiborné egykori tanítvány, később tanár azt mondta, nem csak tudást, hanem hivatástudatot is kapott itt. Finta István volt igazgató, itt kezdett el tanítani, majd 1989-től 2004-ig vezette az iskolát. Erről a 15 évről beszélt a hallgatóságnak. A Szilágyi Erzsébet gimnáziumban jelenleg közel 700 diák jár. Évtizedek óta Heves megye legnagyobb továbbtanulási arányával büszkélkedhetnek. Az ELE tiszteletbeli elnöke, a séta ötletgazdája, dr. Renn Oszkár azt mondta, idén is változatos séta célokat tűztek ki. Az első öt között szerepel templom, iskola, utca, de ellátogatnak a krisnásokhoz és a Maklári Tengerész Múzeumba is. Azok a látogatandó területek, amelyeket korábban kijelöltünk, tehát a templomok sora, az iskolák sora, az most is be van ütemezve. A Szilágyival kezdünk, és a Szilágyi gimnázium után még más oktatási intézményt is meglátogatunk. Ez már az egri séták 8. évada. Idén nyáron még 15 alkalommal mutatnak be egy-egy épületet, múzeumot, lesznek művészettörténeti előadások is. A séták keddenként általában 17:30-kor kezdődnek. A következő séta, amely a Lajosvárosi templomhoz vezet, korábban 16:50-kor indul jövő kedden.